4812. Két nap múlva Szenteste országszerte sok család konyhájában zajlanak már az ünnepi előkészületek. A karácsonyi menü összeállítása sosem volt olcsó műfaj, ilyen inflációs időben pedig különösen nem az. Igaz, hozzászoktunk már, egymás után ez lesz a harmadik olyan karácsonyunk, amit beárnyékol a jelentős élelmiszerinfláció. Mi a péntek úgy számoltunk, hogy egy tepsi begli, azaz két rúd diós, és két rúd mákos begli idén átlagosan 4812 forintból jön ki. Ez nagyjából 40%-kal drágább, mint két évvel ezelőtt az inflációs hullám kezdetén. A péntek kell heti podcastjában először Tolontály Zoltánnal, a G7 újságírójával nézzük át, hogy alakultak idén az élelmiszerárak. Utána pedig Takács Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács alelnöket kérdezzük a karácsonyi sütemények egyik legfontosabb alapanyagáról, a dióról. Milyen volt az idei termés, mit tud a magyar dió és mi fán terem a kaliforniai? Én Gulyás Márton vagyok, ez pedig a Péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. És akkor fordulok első vendégemhez, Torontári Zoltánhoz. Évek óta van egy cikk sorozatod a g amiben havonta megnézed, mennyibe kerül ugyanaz az egy hétre elegendő bevásárló kosár különböző boltokban. Mesélj erről kérlek egy kicsit részletesebben, mi minden van ebben a kosárban, és milyen tendenciákat láttál? Ezt uh, majdnem négy éve csináljuk, és uh mindig ugyanazokat nézzük, ugyanazokba a boltokban. 42 termék van benne, főként alapélelmiszerek, alapélmiszerek, tejtermék, zöldség, gyümölcs, hús, pékáru. Most, ha visszamegyünk az, erre a nagy inflációs felfutás előtti időszakra, akkor a kosár érték az ugye havonta na, nagyon stabil volt, ilyen yani 16 és forint körül volt. Egészen 2021 nyár végéig őszéig, akkor indult be a nagy inflációs felfutás, és a csúcs az 2023 márciusában volt, az, az, az 28 ezer forint körül. Tehát 17 ezer forint körülről felment 28-ra, és akkor ez most így szépen vissza, vissza olyan 24-25-re. Tehát végül is az a, az a fő konklúzió, hogy ami régen 17 ezer forint volt stabilan, az most 24-25. És ez látszik stabilizálódni. Tehát ez az, új, ez az új szint, amire beáll kb. Ki szoktad azt is számolni, hogy egy közepes fizetésnek és egy közepes nyugdíjnak mekkora részét viszi el a bevásárlás? Egyrészt tér ki arra, hogy ez mekkora össze, tehát mekkora jövedelmekről beszélünk, másrészt pedig, hogy mik a tanulságok. Itt az az érdekes, hogy hónapról hónapra az hogyan változik, hogy a, a nettó median bérnek, abból mennyit vissza ez a bevásárlás. Idén márciusig romlott ez a helyzet, tehát a fizetéseknek egyre nagyobb részét vitte el a, a, az élelmiszer, viszont március óta van egy, van egy kis javulás, mert ott a élelmiszer erősen elkezdett csökkenni, viszont a bérek azért még emelkednek, most is, és körülbelül ugyanez van a nyugdíjasoknál, csak a nyugdíjasoknál sokkal brutálisabb a helyzet, nyugdíjnak a 12-13 át elviszi ez a kosár, amit mi úgy körülbelül egy hétre gondolunk. Tehát ha ezt felszorzod négy el, egy hónap, akkor az jön ki, hogy körülbelül a nyugdíj fele az elmegy, az elmegy a élelmiszerre, és ugye ezek nem magas nyugdíjak, mondjuk ilyen 180-190 ezer forintos nyugdíja a most a medián, annak a felét úgy ott hagyják az élelmiszerboltba, a mi, mi, adataink, vagy mi gondolataink szerint. Akkor el is térünk át, ugye a KSH adatai alapján az évelei 40% felett volt az élelmiszer infláció, most 7%-nál tart. Hogyan kell értelezni ezeket a számokat? Felélegezhetünk? Hát részben igen, részben szerintem nem, mert ugye ez még mindig egy nagyon magas adat. Tehát itt azt kell mindig figyelembe venni, hogy az úgynevezett bázis hatás van, tehát tavaly ennek a nagy felfutásnak a tetején voltunk, tehát már nagyon megemelkedtek az árak, most ahhoz képest már nem sokat emelkedett, de még mindig emelkedik. Tehát hmm. így mindenkinek azon kell szerintem elgondolkodni a saját életében, hogy a fizetése emelkedik -e ennyire, vagy hát a jövedelmi, viszonyai is emelkednek egy ilyen mértékben? Mennyiben köszönhető az infláció csökkenése a bázis bázishatásnak, vagyis annak, hogy az inflációt a tavalyi kúra magas árakhoz viszonyítjuk? Van olyan összevetés, aminek több értelme lenne, ami több magyarázó erővel bírna? Hát ilyen erős bázis bázishatásnál, tehát amikor ilyen, ilyen megemelkedett szintről nézzük, akkor, hát, ha a véleményemet kérdezed, akkor én inkább a két évvel ezelőtti árakhoz nézném. Tehát tehát két éves inflációt is érdemes ilyenkor nézni, szerintem. Uh -huh. És az pedig az pedig most, most van körülbelül 40%-on, de márciusban, a mikosarunkban 70%-on volt a két éves infláció. Márciusban. Idén már az volt a csúcs. Hát 2023. márciusában azt a kérdést kellett feltenni, hogy hogy 2021 márciushoz képest most ugyanez a bevásárlás 70%-kal többe kerül, ez most nekem mit jelent? Ennyivel jobb lett a jövedelmi helyzetem, meg tudom ezt engedni, vagy most mit csináljak? Tehát, hogy az, az már nagyon durva. Ahhoz képest most a 40 jó, de hát a 40 is nagyon sok. Tehát két év alatt 40. Ünnepek előtt különösen nagy az igyekezet az édességeket termelő üzemekben. Karácsonykor, új évkor elfogy minden mennyiség. A bejgliből semmi sem elég. Bevallom, szeretem az édességet, és így karácsony tájt első után természetesen egy bejgli üzembe vezetett. Nem dicsekvésként mondom, de a matematika egyik erőssége. Így könnyen kiszámoltam. Annyi tettünk meg országszerte, hogy egyberakva Budapesttől Varsóig ér. Ugye a Beigli egyik legfontosabb alapanyaga a dió, ami a KSH szerint kilónként majdnem 6000 forintba kerül a boltokban. Takács Ferencet, a Fruitweb alelnökét kérdezem, hogy milyen tényezők befolyásolják a dió árát. Alulról kezdeném, hiszen elsősorban termelő párti vagyok, és termelőkkel foglalkozunk. Nagyon jó lenne, hogyha a termelő ilyen árat kaphatna a, a dióért. Egy kicsit túlzásnak tartom ezt az árat, én nem érzékelek ilyen árakat. Persze vannak olyan piacok, olyan áruházláncok, ahol csomagolástól, minőségtől, származástól függően ezt az árat is elérheti a dióbél, de alapvetően mondjuk a dió termelő gazda azt tudnunk kell, hogy ettől sokkal alacsonyabb árakat kap és az én tudomásom szerint a záróház láncokba történő átadó ár, beszállítási ár, az ritkán éri el a 3000 forintot. Tehát ami innentől történik, az már a kereskedőknek a, a dolga. Ugye az elmúlt években folyamatos drágulást láttunk, ami 2022-ben indult meg igazán. A tavalyi végi csúcs után csökkent a dióára, most pedig ismét felért oda, ahol tavaly év végén volt. Mi mozgatja ezeket a tendenciákat? Itt kifejezetten az év végén jelentkező esetleges többlet érdeklődés hajtja föl a dióárat, mi vannak más tényezők is. Nagyon sok összetevője van. Magyarország diótermelése. Az az Európai Unió diótermelésének a négy jó években 5%-a. Körülbelül most már csúcs években egy 9-10 ezer tonnát tudunk termeszteni. Tehát nem vagyunk egy ár meghatározó tényezők. A diónak is van világpiaci ára, és elsősorban azok a nagy diótermelő országok, mint az Egyesült Államokban, Kalifornia, Kína, Chile. Ezek mozgatják a, a dió nemzetközi árát, és természetesen a, a hazai e, nyitott piacunk is ezekhez az árakhoz kell, hogy alkalmazkodjon. Milyen volt az idei hazai termés? Én azt gondolom, hogy egy, egy közepes jó termést takarítottunk be. A tavalyi asszály után azért látszott a fákon, hogy hogy lesznek problémák, de szerencsére az idei vegetációban volt elég csapadék, tehát a méretre és a, és a, a mennyiségre nem nagyon lehetett panasz. Viszont ez a csapadékos időjárás ugye mindig egy másodlagos problémát okoz, hiszen a, a diónak is vannak jelentős betegségei, kártevői, ami a csapadékos párás időszakban sokkal intenzívebben jelentkeznek. A dió egy rendkívül vízigényes és napfényigényes növény, nagyon nitrogénigényes, tehát nagyon oda kell figyelni a tápanyag ellátottságára hatalmas fákon termesztjük, ami nagyon sok nehézséget ró a gazdákra, és azok a földi permetező gépek, amivel a normál fákat permetezzük, már nem tudják kielégítően a permetlevet levet feljuttatni ezekbe a magasságokba, úgyhogy például abban a, a gazdaságban, ahol szaktanácsadást folytatok, ott is két menetben permetezzük a nagy fákat. Van a, e, diónak egy baktériumos betegsége, ami csapadékos meleg időjárás esetén, hogyha nem tartjuk rendesen, megelőző jelleggel, tisztán, úgymond kórokozómentesen a fát, nem metszük rendesen, nem elég szellős a korona, akkor ez okozhat komoly betegséget. És igen, az elmúlt időszakban, ahogy változik a klímánk, megjelentek olyan új gomba fajok, amelyek problémát okoznak a dión, ami 20 éve nem volt, vagy 15 éve, és egyre inkább, hogyha olyan az időjárás, akkor volt olyan év, amikor 20-30 százalékos termés kiesést okozott. Vagy itt van ez a dióburok fúrólé, ami nem volt Magyarországon őshonos, de bekerült, és folyamatosan monitorozható az, hogy hogy nyugati irányból évente hány kilométert jön, és terjed egyre keleti irányba, és jelenik meg a, a, az ültetvényekben. Ugye a szeptemberi elemzésekben azt írtátok, hogy indokolatlanul növekszik a termőterület Magyarországon, ami azzal függ össze, hogy a gazdák maximalizálni próbálják a támogatásokat. Ez mit jelent pontosan, és mi a baj ezzel? A magyar dió termesztés még 10 éve kb. 5-6 ezer hektár körül mozgott. Azt gondolja, sokan, vagy azt gondolják, hogy a dió egy igénytelen növény, kevés ráfordítással, mindössze 200 darab fát kell elültetni egy hektára, ahhoz képest, hogy mondjuk egy alma ültetvényen 3000 darab fölötti fát ültetünk el, tehát a beruházási költsége nagyságrendekkel kevesebb, mint egy, egy intenzív kultúrának, és sokan azt gondolják, hogy ha elültetnek egy diófát, akkor azzal nem kell csinálni semmit, ott lesz, felveszik rá a terület alapú és egyéb agrárkörnyezet gazdák támogatásokat, sőt most van egy három éves program, és azt amikor meghirdették, az ökogazdálkodás, a biotermesztés az kifejezetten nagyon jól volt e, támogatva, és sokan úgy döntöttek, hogy akkor emiatt e, eltelepítenek dióültetvényt, az kis ráfordítást igényel, a három éves program alatt felvesszük a támogatást, és akkor majd utána kivágjuk ami a statisztikákat terület nagyságban ugye egy kicsit eltolta, viszont ez még termésben nagyon keveset jelent a magyar diótermelésben. Az kijelentett, hogy ez a típusú spekulatív szemület ez egy elég széles körben volt, nem pedig csak beazonosítható szűk szereplői kör esetében? Nem szeretnék ilyen általánosításokba belemenni, látunk erre példákat, de ezt nagyon nehezen lehet számszerűsíteni, és úgy gondolom, hogy minden egyes ilyen eset, az egy önálló vizsgálat tárgya, de látunk ilyen tendenciákat. Hm. Részben utaltál már, rád, de azért szeretném, hogy egy kicsit jobban kitérnél erre. Mennyire jelentős a dióimport Magyarországon? Kétféle eh, termék van, azt gondolom, a dióból, amit az ültetvényekből értékesíteni tudnak. Ugye nem minden termelő rendelkezik feldolgozási lehetőséggel. Gondolok itt arra, hogy osztályozza, mossa, szárítja a diót, hanem betakarította, felszette, lerázta, és ezt a nedves, nyers terméket értékesíti azoknak a cégeknek, akiknek vannak ilyen feldolgozó kapacitásai. Mikor ebből áru lesz, akkor kétféle termék van. Van a héjas dió, ami úgy gondolom, hogy a világpiacnak a meghatározó kereskedelmi árucikke és van a dió A dió bél forgalom úgy gondolom, hogy az valójában az a termék, amelyik már nem kerülhet be a héjas dió forgalomba, tehát valamitől sérült a héja, a méretek kisebb, a betakarítás során megsérült, megtört, és abból a szorvány termesztésből, hiszen ugye a diófát nagyon sokszor találunk az utak mentén, egy-egy fát a, a, falusi kertekben, szinte mindenkinek van diója, és ezeket is felvásárolták régen, már ez nagyon visszaesett, viszont Romániában, Ukrajnában és a keleti államokban ez nagyon jelentős Romániában, a nagy román dió termesztésnek a 30-40 százaléka az a szorványfákról származik, amit mi nem nagyon kedvelünk, hiszen ennek a minősége, származása ismeretlen, is, és, és nem tudjuk. Ugye lehetett olvasni arról, hogy az európai és a Magyar Áruházakban is megjelent a csílei, ausztrál, illetve kínai dió. Hogyan képesek ezek a távoli országok érvényesülni az európai piacon? Ezek a külföldi országok olyan fajtákat termesztenek, amelyek sokkal nagyobb termés átlaggal rendelkeznek, mint a magyar fajták. A magyar fajtáknak az a tulajdonsága, hogy kiváló a minőségük. Mondhatjuk azt a milotai tízes, hogy papírhéjú, vékony a héja, jó a héj bélarány, gyönyörű a külleme, nagyon jó a beltartalma, és nagyon jó a mérete, amit nagyon jó áron lehet értékesíteni egy szűk réspiacon az igényesebb részeken. Viszont a, a világ nagy diókereskedelme az a kaliforniai fajtákkal e, történik, és ezek a fajták mondjuk tudnak 4-5 tonnát teremni hektáronként, ami úgy gondolom azonnal megmagyarázza, hogy hogyan lehetnek olcsón itt Magyarországon, amíg egy kaliforniai termelő 5 tonnát termel, a fél áron is e, versenyképes, a magyar másfél tonnát termés átlaggal már, ami a jó kertek, tehát az átlag kertek még lehet az egy tonnát sem érik el. Milotán ezen a héten a házak udvarain egyre több helyen megjelent a szárításra kiterített dió. Először a fák alá hullottakat szedik össze, majd a kopánstól elválasztott, de még nedves dió hetekig kell szárítani. Mikor a dió megérik, a kopáncsa kireped, és a tiszta dió kijön belőle, a kopáncsát külön rakjuk, és ezt mikor megszárad, azt megtérjük, ebből jön ki a dióbét. Okoz problémát a diótermelő Szakmán belül a, nem tudom, agrársovinizmus. Értem ez alatt azt, hogy adott esetben a termelőknek egy szélesebb körre ragaszkodik kifejezetten a hazai fajtához, mert azt gondolja, hogy hagyománytiszteletből, bármilyen más szempontból kifolyólag, akár még méltányolható szempontokból kifolyólag is, de ragaszkodni kellene ezekhez a típusú fajtákhoz. De közben meg lehet látni azt, hogy valóban az átlag felsorolt külföldi fajták egész egyszerűen sokkal versenyképesebb terméshozamat tudnak eredményezni, és Emiatt a szemlélet miatt egész egyszerűen korlátozódik a magyar diótermelőknek az érvényesülés lehetősége. Minden éremnek két oldala van, tehát van gazdasági oldala és van, van minőségi oldala. Te, a magyar fajták kiválóak, az előbb is említettem, hogy egy, egy nagyon szűk. Csak a hozamuk marad a, el? Így, így van. A versen tehát, globális versenytársaság. Vagy azt kell éstelek, csinálnunk, ugye? így van. Tehát, hogy beállunk ebbe a commerce világ nagy termelőivel, kezdünk el versenyezni, és az ő fajtáikat csináljuk, vagy azt mondjuk, hogy csinálunk brendeket, és megcélozzuk azokat a fizetőképes piacokat, ahol ezt az extra minőséget preferálja a piac. Csak ugye ezeknek a, a világpiacon óriási rizikója van, hogy, hogy ezekkel kell versenyezni, mert amikor nagy az infláció is, és, és a, 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 világ jövedelem termelő csökken, vagy a vevőknek a pénzellátottsága visszaesik, akkor nem a prémium polcra fognak nyúlni, hanem inkább az olcsóbb termék Iránt és akkor ez gondot okoz. Még egy mondatot azért elmondanék, hogy a magyar csúcs diótermesztők, akik tényleg jól csinálják, 90%-ban a megtermelt és, és osztályozott diót azt exportálják. Hmm. Tehát abból Magyarországon nagyon kevés kerül a piacokra, és ez ugye nyugat európában sőt, most már van tudomásom arról, hogy a közel-kelet jól fizető piacra, Kuvaitba és egyéb helyekre, arra, emőségekben is szállítanak diót. Nem bírok a véremel, de ha jól értem, akkor a dió szuverenitás elvét, hogy érvényesíteni tudja egy magyar család karácsonykor, akkor ahhoz mélyebben a pénztárcába kell nyúlnia, mint hogyha enged a külföldi piacokról érkező importárúak? Hát ezen gondolkodnunk ezen a kérdésen. Uh, igen, amikor egy átlag uh, háziasszony arra gondol, hogy ő dióból akar valamit csinálni, akkor az jut eszébe, hogy elmegy a boltba és vesz dióbelet. Én meg azt gondolom, hogy még egy német háziasszonynak, mikor eszébe jut, hogy dióból akar valamit készíteni, akkor elmegy és vesz héjas diót. Talán olcsóbb is uh, egy kicsit a héjas dió, viszont uh, azt mondják, hogy a héjas dió az steril én nyúlok hozzá először, mikor fábontom. A dióbélhez nem tudhatjuk, hogy kinyúlt hozzá, hogyan raktározták, hogy porozódott, és mikor láttál már olyat, amikor vettél dióbelet, és mondjuk a felhasználás megmosta. megmostad. Eszedbe jut neked arról, hogy megmosd a dióbelet? De akkor nem. ezt mind mossuk. Nem, vegyünk héjas diót. A steril. Ez volt a péntek reggel a Partizán hírháttér szolgáltatásának utolsó podcastja 2023-ban. Legközelebb 2024. január 19-én találkozunk. Ha szívesen olvasnál még a beiglisítés költségéről és az élelmiszerárak alakulásáról, akkor iratkozz fel a péntek reggelre a leírásban található linken keresztül. Ha itt teszel, ezen hétről hétre elsőként kaphatod meg hírlevelünket, podcastunkat és egy perces videónkat. A péntek reggelben mindig három különböző forrában járunk körbe egy fontos és aktuális témát, és te döntöd el, mennyire mélyülsz el benne. Köszönöm a figyelmet a teljes tár a péntek reggel műsorvezetője, Gulyás Márton. A péntek reggel és podcastjának szerkesztője, Szurova Cillés. További szerkesztő munkatársak, Laki Gergely és Görbe Péter. Zene és hang, Írsik Bence. Grafika, Gondel András. Videó, Kecskeméti Bálint. Bejátszó, Bátori Benyámin. Gyártásvezető, Beke Anna. IT Tot Norbert. Nézd, olvasd, hallgassd minden péntek reggel. Kellemes karácsonyi és boldog új évet kívánunk. Ciao.